Magyarország legnézettebb show műsorát látják. Jó szórakozást kívánok! És most az RTL Klubon Budapestről esti showder Fábri Sándorral, Kuszbelt Péterrel és a Showder Benddel. Ma este a Showder nagy romasója, itt lesz a királyi család, a nemrégiben nagy vihart kavart szertartással megkoronázott Sztojka Martinka és szülei Sztojka Jémi és Mónika. A legbeszedelmesebb rontások mestere, Rostás Farkas György. Eljön a Győri Vajda. Tanúi lehetnek egy hamisítatlan romalóvásárlásnak, egy fergeteges romakarneválnal itt lesznek a Kanizsa csillagai. Hölgyeim és uraim, immár 103. alkalommal újra a színpadon, a Showder stúdiójában az ország egyetlen showmestere, Fábri Sándor! Köszönjük a bizalmat, köszönjük szépen! Reméljük, hogy változatlanul zavarunk, és természetesen szokásunkhoz híven a humorlabdacsokat tartalmazó kis iskátuját nyitjuk fel. A cigány horgászik, és kifogja az aranyhalat. Az aranyhal szokás szerint ugye azt mondja, ahogy már azt az ilyen típusú történetekben mondani szokta, hogy ha visszaengedsz, 3 kívánságodat teljesítem. A cigány nem igen bízik benne, de hát humanizmusból visszaengedi a halat. A hal azonban pillanatokon belül jelentkezik, cigány azt mondja, hát én az ígéretemet megtartom, kívánj valamit. Cigány elgondolkozik, azt mondja, hát álljon ide elő egy csodálatos hintó a napkirálynak a stílusában. Hat arab teli vér bontassa. A tetejére cápa bőrrel beborított hajókofferek színültik $100-osokkal, bent pedig különböző ládába gyémán, gyöngy, karbunkulus, gránát, arany, és mi egymás. Hal így csinál, ott áll a 6 paripával a csodálatos hintó. Hát gazsinak majdnem földbe gyökerezik a lába, el is feledkezik, hogy kér valamit kérdezni. Hal azt mondja, hát sietek, édesapám, nincs annyi időm, gyerünk, mi a másik kívánság. Azt mondja, hát a világ 30 legszebb aranyhúriát, hogyha ideállítanád a naturvesztelenségükben, ahogy a teremtő őket a világra teremtette, ha így csinál, 30 csodálatos. Hát gazsi se köpni, se nyelni nem tud. Hal beszól, azt mondja, nincs annyi időm, gyerünk, mi a harmadik kívánság? Hát gazsi vakarja fejét rettentő úr, azt mondja. Hát ha lehetne, akkor a 6 arab telivérnek a füle közé egy-egy kecskebékát, ha tudnál telepni. De hát ezek után azt mondja, ha nézd, én most már gazdagabb vagyok, mint az iráni sah. Szebb háremhölgyeim vannak, mint a török szultánnak. Hát csak nem fogom magamtól mondani a telivéreknek, hogy... Természetesen gyakoroltam ezt a csettintést. Fölveszünk külön, vagy most próbálkozzam? Próbálkozz. Jó, hát azon nevet majd a mi kis drága kedves közösségünk. Hát csak nem fogom magam mondani a gyönyörű arab paripáknak, hogy nem tudom. Hangra majd alá rakjuk, lehetett élvezhető azért így is, nem? Hát nem vagyok se béka, se kocsis. Otthon ment, Gabikám, jó? Majd nem tudom, valamit rávartyogunk, Kristóf. Jó? L1-eseket átugorjuk, tessék? Nem tudok. Itt a mi. Hát nem fogom magamtól mondani, hogy mert nem lehet, az egy más nyelvállás, nem lehet átállni. Jó, nem tudom megoldani, drágáim. Kis tapzsul, megyünk tovább, jó? Kérem szépen, a hazai ország építésnek új csodafegyvere van, Tony Curtis. Megjelent, mint jockey, barnán, rövid nadrágba, ugyanis, hogyha az országot nem tudjuk rendbe tenni, akkor csináljunk róla legalább egy jó klippet, nem? Ugye hát próbáljuk eladni azt, ami ugye nehezen eladható. Na mindegy. Hát mi nem bírtunk magunkkal, és megpróbáltuk elképzelni, hogy miféle image film képei pereghetnek azoknak a búfordi buksiában, akik mindezt kiötlötték, és véletlenül nem csekély összegért, de nem baj, ha az országról van szó, nem számít. Ide hozták Tony Curtist magát, ugye, mint csodafegyvert. Jó? Ismertetem a forgatókönyvet. Tony Curtis szájában egy lángossal, egy féltányér gulyáslevessel és egy marok piros paprikával áll. Így áll. Tehát ebben úgy le van ütve egy alaphang. Ő áll. Mögötte a kolbászból készített budai vár. A háttérben Suzukival lassít Baumgartner Zsolt. Tony Curtis leemeli cowboy kalapját és beleharap egy kiló zsírszalonnába, amit egy
Elendi kistányérban nyújtált Fási Zsülike. Vágás. Gyógyfürdő. A feltörő gyógyvizen egy műanyag edényben pupozott merőkanál tepertő táncol. Értik, tehát? Svenk, ugye? Tony Curtis két betyára lubickol az élménymedencében. Az egyik eldobja a botját, a másik pedig elkapja. Még jobb lenne a száraz gőzben. Tony ostorával csattint, a csattintása Baumgartner Zsolt lecsúszik az óriás csúszdán, kezében egy Demi Zsón Egri leánykával. Vágás. Naplemente a Balatonnál. A mederben Baumgartner Zsolt szágult. Mögötte porfelhő, az előtérben elégedett német nyugdíjasok fájért játszanak Tony Curtisszel. Az egyikük feltűnően hasonlít Neumann Jánosra. Közeli. A színész mosolyog, és bekap egy tortalapátnyi erős pistát, majd fogyaszt csikóbőrös kulacsából, a lemerő napfénye megcsillan fogain, a kép kinyit, mellette fehér köpenyben egy soproni fogorvos áll. Van egy brutálisabb változat, ahol már Tony filmjeit is bedolgoztuk az anyagba. Hallgassák meg. Tony Curtis egy komondorról lovagolva veszi üldözőbe a szürke marhákon menekülő bűnözőket, akiket turista vagyok, nem magyar feliratú pólóikról lehet felismerni. A háttérben egy pulifalka tép szét két pitbullt. Üldözés közben Tony hátrafelé nyilaz és bajor népviseletbe öltözött lányokat lő mellbe. A hortobágyi kilencjukú hithoz érve feltűnik paprika füzérbe öltözve Maya Gold és Michelle Wide, akiket Tony egy karikás ostorral elégít ki. Akarod, hogy üssem őtet. Majd bő gatyáját hátrahagyva folytatja az üldözést. Útját szovjet páncélos alakulatok keresztezik, de ezeket kecskeméti barackpálinkából készített molotov koktéllal hatástalanítja, miközben a háttérben Brezsnyev szomorúan balalajkázik Kádár Jánossal egy hokedlin. A marhákra rakott hétvégi matricák segítségével a bűnözők 3 óra alatt lejutnak a Balatonra, és hosszúszárú pipának álcázott légzőcsövek segítségével elbújnak a víz alatt. Tony Fokossal együttésre szétveri a Sió zsilipén található plombát, és leengedi a tó maradék vizét. Majd pedig rapsic hálóval elfogja az iszabba ragadt bűnözőket, és egy Zimmer Frey feliratú cellába zárja őket. Manapság kevés időt jött a bővelődésre. Na elég az hozzá, hogy az elfoglalt fő vezérigazgató nem ér rá arra, hogy a koncert elfáradjon, ahol Schubert befejezetlen szimfóniáját húzza és mondja a zenekar, ezért maga helyett az elemzési és fejlesztési osztály vezetőjét, aki egyben termelékenységi szakértő is, küldi el, hogy hallgassa végig ezt a nagyszerű zenedarabot, és kvázi képviselje őt és a céget ezen a jelentős kulturális esemény. A termelékenységi szakértő nem hibázik, másnapra a következő akkurátus jelentés landol a fővezérigazgató asztalán. Pontokba szedve. 1. A 4 oboásnak huzamosabb ideig nem volt semmi dolga. A létszám csökkenthető, feladatuk elosztható a zenekar többi tagja között. 40 hegedűs mindvégig azonos kottából játszott. A létszám drasztikusan csökkentendő, amennyiben kívánatos a nagyobb hangerő, ez elektromos erősítő alkalmazásával sokkal gazdaságosabban elérhető. 3. Bizonyos félhangok előállítása igen nagy erőfeszítésbe kerül, és túlzott minőségi követelménynek tekinthető. Javaslom, hogy minden hangot kerekítsenek fel, miáltal alacsonyabb képzettségű vagy betanított munkások alkalmazása is lehetővé válna ezekben a munkakörökben. 4. Semmi látható értelme nincs annak, hogy a kürtök megismétlik a vonósok által egyszer már előadott részeket. Ha az ilyen fölösleges ismétléseket ki lehetne iktatni, a hangverseny időtartamát mintegy 20 percre lehetne csökkenteni. Ha Schubert figyelembe vette volna ezeket a javaslatokat, valószínűleg be tudta volna fejezni a szimfóniát. Hölgyeim és uraim, a legártatlanabb műsorra is azonnal különböző köröket helyezünk el, hogy csak 12 év, csak apukával, csak anyukával, csak... Egy terület van, ahol nincs korlátozás, és őrületes pszichológiával hallom kisgyerekes barátaimtól, hogy a gyerekek hihetetlen reklám fixáltak. Könyvelőm Kolos fia abszolút nem néz tévét, de ahogy reklámmal rohan be, és ilyen közelről nézi. Na mindegy, most már csak úgy lehet pelenkázni, hogy
az apja rátérdel és könyökkel ráfújt. Egy kicsit aktívabb gyerek, de mindegy, ezt csak úgy zárójelbe teszem oda. Na most mi megpróbáltuk elgondolni, hogy a gyerek, akinek ugye hát nincs megfelelő ismerete a világról, mit tanul a reklámokból. Tehát, akik reklámügyben járatosak, most előnyben vannak. Elkerülhetjük a fulladásos halált, ha van nálunk mentolos rágó. Én se értem, aki azok értik, akik ezt a reklámot ismerik. A könyvtáros csajok a bunkókra buknak. Ha van lefolyó tisztítónk, akkor a kutyát a mosogatóban kell fürdetni. Elég egy kort kóla, hogy az egész metró meghűljön. Ha betörted a fejed egy bakkecskével, kapsz egy üdítőt. A tudakozóban átváltozó művészek dolgoznak. Köszönjük! A nők csak a selyempróba miatt szörtelenítenek. Csak az irigy kisgyerekek szülei gondoskodnak a nyugdíjas éveikről. A téli autógumival megelőzhető a nem kívánt terhesség. Szépen. Ma este a Sóder nagy roma sójában itt lesz az ország leghíresebb vajdája, a magyar cigányság egyik első számú tekintélye, aki minden törvényen felül áll, hiszen ő maga a törvény, Sárközi Bandi a győri vajda. Jön egy igazi királyi család, a nemrégiben nagy vihart kavart több milliós szeremóniából megkoronázott csecsemő édesapja, Sztojka Jamie, és láthatják természetesen magát az uralkodót is, akinek színarany koronáját gyémánt és zafírkövek borítják, a két hónapos Sztojka Martin Károlyt. Lóvásárt rendezünk a Sóder stúdiójában, az elszánt alkuszok, az ország legismertebb lókupecei, Sztojka István és Bihari József. Megfőzünk egy igazi cigány csemegét is, aki segítségemben lesz nem más, mint Csemer Géza. A fináléban egy igazi roma karneválar várjuk önöket, ahol talán még én is megcsillantom közismerten nagyszerű zenei tehetségemet. Jönnek a kannák és egyéb háztartási eszközök megszólaltatói, a kanizsa csillagai. Ez tehát a mai remény, most tud betőterülni a Sóderben, de mi pedig azonnal jövünk a Design Centerrel. Jöjjön el a Sóder stúdióba, és vegyen részt a műsor felvételén. Jegyek még korlátozott számban kaphatók a Ticket Express jegyirodájában. Rádzsó Bandi embert még együtt nem láttam. Anya, vannak, mintha mi lennénk. Ha most a kilenc kislányomból most 8 portfólió kezelőnek tanul. 6 már előzetes letartóztatásban is van. A Rebecca és Jessica Marjan Osztrán vannak. A kisebbek még tanulnak ők tökölön. Hát aranyos drágáim, a mai Design Centert én celebrálom itt a Fábriki úrnak a kérésére, én Lakatos Vendel. És amit itt a körülöttemben látnak, az egy munkás életnek a szűrleménye, ha szabad így fogalmaznom. Én már tulajdonképpen csak értékmentéssel foglalkozom non-profit alapon. Itt minden tárgynak lelke van, ide még a családtagjaimat se engedem be. Ebbe szoktam meditálni. A 16. Lajosnak a csodálatos széke, innen vitték kivégezni, ebbe. Itt ült mellette Carfán Madame Pompadour, most is érezni, még megvan neki bukéja. Itt van ez az antik tükör, senkinek nem adnám oda. E volt a Tézeusznak a tükre. Mert azt nem tudják, hogy Ariadnán nem csak egy fonalat adott neki, hanem egy ilyen kresztükröt, hogy a labirintusban bírjon tájékozni. Azt ő felrakta a sarokra, ő már akkor látta a bikát, hogy indul, mikor még a bika maga se tudott róla. Ez tulajdonképpen egy diószobor, tiltakozik a libatömés ellen. Mert ő itt nem tömi a libát, hanem ad vissza kukoricát. Felfele masszírozza, hogy felhívja erre a hihetetlen problémára a figyelmet. Ha ez a lámpa, ez egy igazi art déco. Csodálatos 30-as évekből. A Gyurcsány Ferenc anyósát apró piroskát ábrázolja. A gödi fészekbe, amit ott megpihen. Hát itt egy csodálatos. Itt nagyon nehéz szavakat találni az antik szobrászatnak ehhez a különleges darabjához. Egy van én még ilyen az Athéni Múzeumban, gerelyhajító. De később Gyula pápa átalakítatta diszkoszvetővé. Egy csodálatos szépségű alkotás könnyített kararai márványból 8 kiló. Itt található a kiskakas, megnézettem, ultrahang kimutatta, gyémántfélkrajcán benne van. Úgyhogy nagyon remélem, hogy rendben leszünk.
Itt látható Kinizsi Pálnak a könnyű délutáni társasági páncélja. Ebbe járt kérem szépen tejázni délutánonként 5 órai tejára. Hát itt kérem szépen Szász Endre modorában az egyik virtuóz tanítványa festette 3 perc alatt a magyar alföldet dupla szivárványjal, de kérésre még 8 szivárványt tudunk rá festeni, hogyha a kedves megrendelő igényli. Ha ismerik ezt a képet, de fogalmuk sincs arról, hogy ami a Louvre-ban Párizsban látható, egy gyönge másolat. A Leonardo abban méretben nem is festett. Az eredetie itt van nálam, de én nem publikálom, mert jegyzékváltás lenne belőle, az az igazság. Pallas Athéné, 273 kg 21 karátos szín aranyból. A legutóbbi időkig a Kistáci utca 23/B-be állt az udvarod a Csorgókúton, a Porolótó balra, mindaddig még a Rádai Mihály a műsorába bennem mutatta. Ez meg itt a Lehel 2-nek a kürtje. Lehel 2 a pomász tartalékba volt balfedezet. És amikor legyőzték Angliát, ezt kapta ő a trónörököstől, ez egy angol kürt. Lehel 2-nek a kürtje, egy csodálatos darab. Na hát aztán itt nehéz szavakat találni. Ez egy csodálatos kép Ripperónai Józsefnek a modorába. Az egyiken Kulcsár Attila látható, mikor macskává változott. A másik meg a Forró Tamás. Háttérben itt volt a Piton Kft.-nek a sziluettje, de azt átfestettem, az nem tetszett. Vénusz, amint ki kell a habokból, a csodálatos kagylóból. A Botticelli ennél gyengébben oldotta meg, ami Firencében látható. Komolyan mondom, ez Bétót Lajos, egy tábori rokonom csinálta Máté Szalkán. Olyan erő van az ujjaiba, hogy csak küldi az energiát, és a márvány így megolvad. De mindig csak mesztelenül tud csinálni, vagy szőrös p***t. Ez a kettő. Ez a kettő, ami az ujja nyomán úgy általában kiszokott neki jönni. Ez a Tutankhamonnak az öccse. Így konkrétan Lakatos Lajos, aki a luxori Sphinx Espresso-ba játszott, magának a fáraónak. Egy csodálatos cimbálmos volt. Mert ezek itt nem királyi attribútumok, óriási tévedés. Ezek cimbálóverők, eredeti magyar cimbálóverők, amivel ő a luxori csárdába szórakoztatta magát a fáraót. Később a dédapám 44-től 72-ig ebbe bujkált. Ebbe tartózkodott, és ebbe tartott a Stradivári hegedűt. Senki nem merte fáraót megközelíteni. Nem volt az a rendőrség, vagy bármilyen rossz szándék, ami ezt megmerte. A 4 gyereke az itt lakott vele. Azok nem is nőttek meg rendesen. Azok a ilyen kisméretűek maradtak, de isten ilyen zenétek ők is. Ha kérem tisztelettel, egy unikális darab ez. Ez nem egy kitömött állat, ez egy szőrszobor. Ez a Dzsungel könyvéből ismert Sirkánnak a dédapja. A Yokohama Ichihiro, egy csodálatos, alig ismert japáni művésznek az alkotása, aki Honshu szigetén alkotta ezt meg. Ez később Kipling, a jelentős angol író Victoria királynőnek adományozta. Nekem meg a szép apám dobott vonóval játszott Victoria királynő születésnapján. Annyira szépen játszotta a pacsirtát, hogy a tigrisnek megeredett a könnye. Ettől a Victoria királynő oly mértékben meghatódott, hogy ezt odaadta dédapámnak ajándékba, ezt a csodálatos szőrszobrot. Ennyi volt már a Design Center. A szódervonal száma a képernyő aján látható, és hogyha bárki körpecsített zolnai porcelánt, rozentált, antikezüstöt akarna küldeni, Lakatos Vendel nagyon szívesen veszi a Design Center keretében. Hölgyeim és uraim, a mai alkalommal egy fergeteges roma szónak lehetnek a szemtanúi. Eljön a nagyhatalmú Győri Vajda, aki megtanítja Sándor Komámot leány szöktetni, Sárközi Bandi. Láthatnak alkudozást két valódi lókupeccel, Bihari Józseffel és Sztojka Istvánnal, hogy ki viszi haza a lovat és ki a lóvét. Hamarosan meglátják. Tanulni lehetnek egy igazi roma örömünnepnek. És végül, de nem utolsó sorban nem sokára találkozhatnak azzal az úrral, aki 500 embert hívott meg a fia koronázására, ahová végül is 800-an jöttek el, a Sóder színpadán Sztojka Jamie. És természetesen itt lesz az ifjú uralkodó, aki királyi palászba gyémánt koronával érkezik a stúdióba, a 2 hónapos Sztojka Martinka. A roma kavalkád azonnal kezdődik, maradjanak meg. Hölgyeim és uraim, fogadják szeretettel Sárközi Bandit, a Győri Vajdát!
Nemzeti Bandit foglal helyet nálunk. Parancsolj! Először is engedd meg, Sanyikám. Hát... Hallottam, hogy 50. születésnapod van. Hát sajnos egy ilyen rettenetes alkalom elé nézünk, még odébb van. Lungot rájom urapcsalóról, zór bárte delto szunto dél, ser bárstetra is maskaramende. Sukár vagy! Hát köszönöm szépen! Ennek nem akarok reklámot csinálni, ezt egyszerre gyorsan. Diszkréten kell átvenni, nagyon drága vagy, köszönöm szépen! Ahogy mondani szoktuk, nem kellett volna magadat költségbe verni, de azért jól esett. Hát kérlek szépen, nekünk kívülállóknak a Vajda titulusa meglehetős misztikus. Ez a mai napig úgy van például a cigányok között, hogyha probléma van, cigányok között. Ami ritka. De előadódik, néha azért. Igen. Néha előadódik. Nem bíróságra szaladnak. Általában szólnak a Vajdának, és a Vajda szól 5-6 tekintélyesebb embernek, és akkor mink úgy vagyunk, mint egy bíróság tulajdonképpen. Bármi adódik a cigányok között, ami problémát, konfliktus. És erre hol kerül sor egy ilyen tárgyalásra? Hát ezt általában mi olyan helyen csináljuk, ahol van azért kaja is, meg pia is. Érted? Ezt mondjuk mondhatjuk, hogy egy vendéglátóipari egység, vagy pedig háznál. Hát általában inkább egy háznál, nagyobb háznál. Ott és megvan. Akkor mondjuk a traktárról ki gondoskodik? A traktárról mindig az gondoskodik, akinek az ügye, aki sértett. Igen, a sértett. Minden költség a sértetté. Igen. Jelenleg hány ember tartozik hozzád? Hát én hozzám Győr Moson Sopron megye tartozik. 1984 óta, de azt tudni kell, hogy engem legálisan választottak meg, teljesen legális, demokratikus választás. Szabályos választás. Szabályos választás. Mert azért ezt nézzük, hogy ez a cigányságnak még nem mindig megy, ugye? Tehát hát ez gyakorlatilag nem volt olyan szépségverseny, ugye? Sanyikám, bocsáss meg, hogy a szabadba vágok. Persze, ott járunk fényesen, igazad van, így van, is ugyanígy van, sajnos. Sajnos igazad van, abszolút mértékben, kérlek szépen. Azt meg szabad kérdezni, hogy most mivel foglalkozol? Hát én most már kérlek szépen a... Mert a vajdaságért gondolom nem jár fizetés, ugye? Nem, sajnos. Kérlek szépen, én most a kisebbségi önkormányzatnál dolgozom Győrben. És korábban? Korábban vásároztam. Vásároztál? Igen. Milyen területen? Hát én ilyen divatáruval. Bizsú, divatáru, igen. Csak akkor még nagyon jól lehetett keresni. Kockalatta, kombi, hegesztett, pontosan csomagtartóval. Pontosan így van, korrekten. De nekem már tédesmesi volt akkor, amikor másnak még biciklije nem volt. Na jó, hát ez ti tulajdonképpen ez a vásárhozás. Mert akkor olyan jól lehetett keresni. Jól lehetett keresni, meg ez egy nagyobb szabadságfogot is jelentett. Tehát mondjuk a cigányok gondolkodás módjának ez azért jobban megfelel. Hogyne. Még csak annyi, bocsánat, Sanyikám. Jó, mondjad. A múltról. Ugye köztudott, azt tudni kell, hogy a cigányoknál azért férfi uralom van máig. Helyes. De köszönöm szépen. De most is megvan egy olyan... Hát azt látom, hogy az asszony lemaradva... Köszönöm szépen. Viszi a cuccot, és elől meg havajozik az ember. Hogyha megy a cigány az utcán, a férfi megy elő, az asszony a háta mögött. Ezt én tréfából megcsináltam. Kérlek szépen, csak hadd mondjam el. Elég kövér is voltam, akkor Kegyába voltunk egy ilyen 8 napos charter úton. És egy maga a fajtát... Ilyen közelre szoksz menni nyaralni. Ez maga a fajtát... Nem volt ez egy olyan extra dolog. Na, jó van, ne irigykedjél. Na, te hol voltál nyaralni legutóbb? A győri termálba járok. Na, hát az most gyönyörű, most adták át, úgyhogy az nagyszerű dolog, és nem nagyon bírtam idegekkel, hogy nem tudok egy kis humort fakasztani, ugye kegyajakkal, hát nem nagyon tudtam kommunikálni. Nem értettek ugye, ők masszájuk, és fogtam, és fölhúztam ugye az ingemet, kidüresztettem a hasamat, és mondtam, hogy masszáj papa. És kedvezményezettemet magam mögé utasítottam, hogy egy 6 méterre, ha bátorkodna lemaradni, de úgy nevettek a szerecsenek, hogy el nem tudod képzelni. Na hát ez csak úgy zárójelbe. Nagyon sok tilalom volt az asszonyoknál. Például a múltban volt olyan, hogy az asszonyok férfi ember előtt hajadonfőt nem mehettek. Még fésülködni is úgy fésülködtek, hogy az egyik felére rátette ide a kendőt, és így az egyik felét megfésülte, utána fordított, és ez... Nem is hordtak olyan bonyolult frizurákat, ugye? Nem, egyáltalán. Ez mondjuk egy bonyolult a friszkóval, ez elég macerás megcsinálni. Pontosan. Volt például olyan, hogy egy férfi embernek az útját nő, szóval nem mehetett át. Nem keresztezhette. De a múltban ez, hogy mondjam neked, főbejáró bűn volt. Ezért elverték a feleségeiket. Már nem merem mondani, hogy jól hangzik, mert a drága kedves nézők fogják írni a levelet, hogy micsoda macsó gazdickók vagyunk.
De kérlek szépen, a cigányság azért nagyjában és egészében, ha sajátos formában, és mai napig erősen vallásos. Nagyon, nagyon. A istenfélő. Melyik a legnagyobb ünnep, amit mondjuk a te családod is tart? Tehát... Hát a zolá cigányoknál, a lovári cigányoknál a karácsony a legnagyobb ünnep. A karácsony mibe különbözik a parasztok karácsonyától, vagy gádzsó karácsonyától? Hát, attól különbözik, hogy például van egy négyszemélyes család. Az ritka. Egy cigárnál ritka, de... Te ismersz ilyeneket? Megyünk 10 ember, de az biztos, hogy 50-re süt főz karácsonykor. Beszéljünk egy kicsit a lagzikról, ugye, hát ez is egy nevezetes dolog. Itt az apák adják össze a lányokat. Itt A mai napig itt a leánynak, fiúnak, leánynak az ég adta világon semmi köze nincs hozzá. Ez komolyan mondom. Olyan, hogy ez komolyan téged mondom. Is így adtak össze? Na hát azért engem már nem, én azért ismertem a feleségemet. Na. Például volt olyan eset is, kérlek szépen, hogy állt a lakodalom, a lagzi, javába. Egyszer csak arra lettek figyelmesek, az emberek nincs menyasszony, csak vőlegény. Vakarták a fejüket, hol a menyasszony? Hazament lefeküdni? A fenéket. Én mindjárt vettem a lapot. Megszöktette egy másik. A lakodalomról. Móri Zsigmond is írt ilyesmikről. Hát igen. De ez valóban megtörtént, kérlek szépen. Ugye volt egy olyan szituáció, hogy a leány mást szeretett, mint akinek az apja odaadta. Hát ez van, van ilyen. Na hát ebből volt is ceremónia, írtó nagy balhé. Jöttek ugye mindjárt, másnap keresték a leányt, 3 napig igaz nem találták meg a leányt, meg a srácot. Hát jó tették. És ilyenkor, amikor a vegyászai eltűnik, azért lagzikzi, megy tovább, tehát azért, hát amiben kaja ott van, azt már megeszik. Hát kénytelenek akkor már vendégek megenni, meg meginni. Hát persze nagyon sok vendég van, aki nem tudja, hogy megszöktek. Kicsit búsabban, de megy tovább. Nagyon sok vendég van, aki nem tudja, pontosan. Mert azt ilyenkor jönnek, na hát vajda, így, úgy. Igen. Hát most ilyenkor jön be az. Ugye, hogy hát ugye szégyen az apára nézve, a leány apjára nézve, az ilyesmi. Általában, hogyha van a srácnak, aki megszöktette az apjának jó módú, akkor mindent egy krajcárig, még amit nem fogyasztottak el, még azt is meg azt kell fizetni. Azt is ki kell fizetni, megnyomjátok a ceruzát. Igen, igen. Hát köszönjük szépen! Nincs házasság leánykérés nélkül, ugye, amint itt hallhattunk, meghívtunk valakit, aki pontosan tudja, milyen egy igazi cigány leánykérés, hiszen évek óta a romák hagyományait kutatja. Fogadják szeretettel Rostás Farkas György urat! Rostás Farkas György, Isten hozott, nagyon méltóságteljes vagy, kérlek szépen, én már le is csendesedtem. Mi lenne, Sándorom, ha... Te magyar vagy. Hát, nem szégyen. Nem biztos. Azt az egyet nem lehet biztosra mondani azért. Az anya biztos, az apa bizonytalan. Én azt szoktam hát erre igen. mondani, ugye? Amit ez az. Latinok az anya biztos, ki tudja. Ki tudja. De igen, mondjuk így, igen. Mondjuk így. Na most én nem azt akarom ezzel mondani, hogy az szégyen valaki magyar, mert mindenki nem lehet cigány. Köszönjük szépen. Mi lenne akkor, ha te mondjuk eljönnél hozzám, és te vagy megkérni, a lány, az necces lesz. Én lennék a lányos apa. Te lennél a lányos apa, az jobban hangzik. Az... Ahogy jó. Viszont neked be kell öltödnöd cigánynak. Hát egy kicsit csak. Igen, és kell kitűznöm egy kis virágot ide valahova a gombjukat. Csak azt nem tudom, hogy te, ha fiú vagy, igen? Akkor miért rózsaszint választottál? Hát ennek 1001 oka lehet. De... Rendben, igen. Sándor, eljössz hozzám. Eljövök. Bekopogsz. Bekopogok. Hol? Keresed a bárányt. Keresem a bárányt. Jó. Maradjanak velünk, mert azonnal folytatódik a Sóder nagy romasója a legfurcsább fazonokkal és a legelőkelőbb sztár vendégekkel. Jön a nemrégiben nagy vihart kavart szertartással megkoronázott Stojka Martinka és szülei Stojka Jamie és Mónika. Tanúi lehetnek egy nem mindennapi lánykérésnek. Egyszer lesz a Sóderben lóvásár, de azt megemlegetik. A Bazi Nagy Roma Sóder tabuk nélkül először és utoljára azonnal folytatódik itt az RTL Klubban. A legnagyobb sztárok, a legszebb nők, a legfurcsább fazonok, a legjobb sportolók és a legnagyobb nevettető. Esti Sóder Fábri Sándorral, az ország legnézettebb showműsora, az RTL.
Na jövök, jó? Na, te csak úgy jöhetsz, hogy meg se szólalhatsz. Nem szólalok meg, te ez vagy menni a vőlegény. Nem könnyűt kértek, de megpróbálom. Te vagy a vőlegény. Egy csillag vezérelt, és azt álmodtam. Nem az jó. Éjszaka. Igen? Tudtam, Sándor, te Mászári törzsből származol. Hát én még eddig így nem tudtam, de te vagy a szakértő. Azt álmodtam az éjszaka. Egy csillag vezérelt, három ága volt neki. Azt álmodtam az éjszaka. Elveszett egy bárányka. A nyom ide vezetett. És a kis patáinak a nyoma ide hozott engem, mert a kász. Nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. Ha már meghívtatok, akkor megtiszteltek, hogy egy kis keleti kultúrát hozzak közétek egy kis nyugati műveltséggel. Ilyeneket mondanak? Én mondom neked. Ja, értem, azt lehet. Igen. Ha én azt mondom most, hogy itt nincs semmiféle bárányka, akkor te kitartasz az elveid mellett. Persze. Mert a lányt akarod? Persze. Huncutul csippentek a szememmel, figyelj. És kitekintek az ablakon. Hát ott jön be a kapun keresztül itt a friss szűz hóba, látszik a kis báránkának a nyoma. Ami vezet hátrafele hálószobába. Ha mondjuk itt lenne a bárányka, meg kéne küzdened érte? Megküzdenék. Mert hogy több legény is pályázik a kezére. Hoztam baseball ütőt. Nagyon helyes. Gyurikámat, hogy megcsináljuk komolyan, csak... Nem bánom. Most én ilyen hülye agyjárásom van, na. Nem csodálom. Meg kell küzdeni. Mit tenném meg azért, hogy a lányomat neked adjam? A csillagot lehoznám az égről. Pontosan. Melyiket? Háromszögűt. Meg a holdat palacsinta sütőnek. De a holdat is lehoznám, abba sütnénk a palacsintát. Miért a háromágú csillaghoz ragaszkodol annyira? Hát csak viccből. Én azt mondom... Hol van a lány Gyurka bátyám? Hát most már így... Hát jól elbeszélt, de tudjuk, hogy így legyen. Én azt mondom... hogy mennyi tyúkot lopnál, illetve, bocsánat. Hát amennyi Gyurka bátyámnak itt tetszik gondolni tisztelettel, hát megoldanánk. Ez egy freudi elszólás volt. Mennyi... Nem szoktam itt tyúkot lopni, csak jönnek utána. Valahogy elkis, itt van marad a Barófi udvar mindig. Annyi kappan tudnák venni. Na jó, nem tudnák. Most, tudom, egyrészt. Tudnék, jó. Igen. Na, mi van akkor, ha az apa kikosarazza a fiút? Ennek milyen jel, mit mond? Ha már odáig eljutnak. Hogy a... Ott már visszautasítás nem nagyon van, mert a háttérben ez már le van simítva. Mondjuk így. Aha. A lány kezét. Mint az MSZPSZD-hez találkozó. Igen. Tudni kell, Sanyikám, hogy a cigányoknál, ha egy férfi lefekszik egy nővel... Na, erre akartam rátérni. Lefekszik egy nővel, azt már feleségnek tekinti minden cigány, azt mondja, ez a felesége. Akkor itt több nehézségről van szó, nem? Mert hát, bocsánat, gyerekek, nem tudjuk megkerülni a dolgot, de hát a parasztok is szeretnek b***ni, semmi kérdés, de... Ez enyém? De azért enyém, a cigányságról, hát mondjuk de azt Sanyikám, tudod, hogy lazábbak egy kicsit így ezen a téren. Ezt gondoljuk mi. Sándorkám, azt is tudni kell. De tévedünk. Azt is tudni kell, hogy az asszonynak csak egy férfia lehet. Aha. De a férfinak na ez az. Lehet több nője, és a férfinak az dicsőség. Uh-huh. De ha a feleség megcsalja a férjét, annak annyi. Aha. Akkor folytatom, Sándor, mert akkor... De most már a rontásokra térjünk. Én nem bánom. Úgy száradj el, mint a veréb lába. Isten őrizzen. Az átkor csak bandit tudja levenni rollad. Uh-huh. Vagy... Mondok egy másikat. Úgy száradj el, mint pióca a szárazföldön. Ha a durva halál. Dévla nakerkodó. Jó, köszönjük. Az anyós, vagy egy jós, vagy egy tátos asszony meg tudja rontani azt a férfit, aki mondjuk el akarja hagyni a lányát. Fog egy békát,
beteszi a gatyamadzagot a béka szájába, a békát elássa a küszöb alá. Utána meg elmegy a pikerbe. Ezeket ma már nem könnyű, ugye? Egy ilyen modell. Felhelyezi. Na-na. Óvatosan. A kéménybe. A kéménybe. Na jó van, azt hittem, hogy valami szárnyas betét is megjelenik. Igen. És ahogy a béka a kéménybe. Na várjál, a küszöb alól akkor kiveszi? Vagy kémény. Ja, vagy, jó van, mondom már, nem tudom, elvesztettem a fonalat, de drága kedves közönségem, rajtam van. Jó van, általában én szoktam utoljára megérteni a bonyolultabb történeteket. A béka elkezd száradni. Igen. Tudsz követni? Mint a veréb lába. Úgy fogy az ereje annak, aki elköveti a bűncselekményt az ellen, aki ellen... Igen, amint a béka ereje foly. Foly. Tehát akkor a békát élő állapotba helyezik a füstre. Úgy van. Ez nem szép szokás azért. Tehát így állatvédelmileg ez egy kicsit necces. Én nem hiszek ebbe. Uh-huh. Én három dologba hiszek. Igen. Amit úgy neveznek, hogy pénz, pénz, pénz. Meg a szeretet. Kándor, jó, hát te egy ilyen pragmatikus oldal. Hogy mondjak neked valamit a régi időkről. Az édesapám ugye 45-46-ban annyira elfogadott vajda volt, hogy beszélt az orosz parancsnokkal. Azt mondod, hogy a pincében megtanult oroszul, akkor várjál csak, Sándor, hogy mondjam neked azt, hogy például az oroszok cigánynőt, pedig nagyon sok szép cigánynő volt, nem erőszakolták meg. Nem. Mert az édesapám ki tudta azt, a helyi parancsnokkal kiárta azt, hogy cigánynőt orosz nem erőszakolhatott meg. Nagyon sok magyar szomszédunk, nagyon szép lányok, fiatal asszonyok, azok mindig átjöttek a cigánytelepre, mert telep volt akkor még. És ott bujkáltak. És beöltöztek cigány ruhába. Haj, de jó. És ott voltak nálunk, és az oroszok soha meg se késérelték. Aha. Volt egy fiú, aki egy lányt szeretett. Na. Azt mondta, akkor vehetlek el feleségül, ha megölöd a testvéredet. Elment az erdőbe, fogott egy kígyót. És két tyúkkal megfőzte. Mit főzöl nekem, kedves húgom? Hát, két tyúkot. A kígyót kifelejtette. A testvér megette, szörnyet halt. A kígyót kifelejtette, és mégis szörnyet halt? Abból, amit a testvérnek elárult, Sándor, te nehezen fogod fel. Én nehezen. Mindenki érti, akkor mehetünk tovább. Jó, szörnyet halt. Tudsz követni? Én nem, de hála Istennek a 3 millió néző velünk van. Igen ám, csak Peták, a ducesti törzs fia, rafinált volt. És erre azt mondja neki. Igen ám, Lulugyi. Tudsz követni? Hogyne. De most tényleg már. Ahogy megölted a testvéredet, Lulugyi, mi a garancia arra, hogy velem ezt nem tudnád elkövetni, ha jönne más valaki. Egy más lovag. Erre a lány dalba foglalta ezt az egész tortúrát. Csíphálóro. Csipirámno. Korkoritrai. Otrajó. És ez mit jelent? Se szeretőm, se testvérem, egyedül élem az életem. Stim? Rostás Farkas György, köszönjük szépen! Ne mászkáljanak el sehova, mert mindjárt folytatjuk. Uraim, a Sóder színpadán két vérbeli lókupec, Bihari József és Sztojka István. Kedvi csókolom!
Sztojka István úr, Fábri Sándor, Mihály József, szervusztok, én átjövök erre az oldalra. Hát én csak én nézem hoztam el ide ezt a lovat, hogy eladjam. Hát gondoltam rögtön. De pénznéki nem adom oda. Azt hát gondolja, hogy pénznéki jövök ki a vásárba? Azért hát azért ennyire komolytalannak már ne tessék engem azért nézni. Mondom, hogy ezt ki kell fizetni, amennyiben megegyezünk. Ez egy csődör, vigyázunk. Hát nagyon veszélyesnek néz ki. Ez Puninak is bonszáj. Hát Sándor, ez egy olyan faj ló. És ez mitől ilyen nagy a hasa? Hát mert lesz neki egy kis csikaja. Hát most mondta, hogy ez egy csődör. Ja, igen. Hát azért ilyen tájékozottságon nekem is van. Megkérem az urat, hogy ne avatkozzon már benne, mert az elsőbség a lóvásárlásban az enyém, és megkérem, hogy álljon fél addig, hát nem bocsánatot megyek, hogy kérek, hát nem láttam, hát ott tetszett hátul állni, hát én semmi, azt hittem együtt vannak. Elidősödök. Most múlt 3 éves. 3 éves? Igen. Hát ez már nem 3 éves múlt. Hát meg amit vidéken töltött, mi? Nem 3 éves múlt, az már, meg amit vidéket. No, Moresulka téke, Devlesana kaftu. A délandasztó burokkal. Nem ezt te még lesz a patyi válasz? A jázirandem lapba fogadott egy kisállal. Tesó lavanda tovább, mert szolángész prela, de ne volt én múlt. De már túl, hogy ne tájt vartés. Morena, kell tovább, szamánc az kurto borbilán, de dovor bevor. Szagyez pen! Le, mu kaptuk a pány ezerenkő. Eme, de suttem na pás. Le, mu kaptuk a des! Le, trobúj tu oktobardes, akárnyi, sen oktobardes. Sidav lavaj tőzre. Kaptuk a bakmányos. Kicsikét komolyra fordítva a szót, tehát hogyha egy magamfajta így lát benneteket, akkor azt hiszitek, hogy ott haltok meg. Aztán kiderül, hogy 1000 forintról van szó, vagy kész. Tehát, hogy annyira beleélitek magatokat, mintha életről és halálról lenne szó. Ő tényleg egy magas összeget kért ezért, ami nem reális. És ilyenkor, amikor így üttök, akkor az már egy összeget jelent? Egy összeget jelent. Igen. Milyen trükkök vannak? Mert az kétségtelen, hogy a lóhoz rettenetesen értetek, és hát azért vannak azért bizonyos praktikák. Na. Hogy lehet az árut kicsit mutatósabbá tenni? Az a félcirkus, aki ott van a... Melyik az? Az a félcirkus. Na, gyere! Az. Fábri Sándor vagyok, üdvözlet! Elemér is a szakmában? Igen. Én vette át a stafétabotot. Milyen egyéb trükkök vannak? Mert mesélnek ilyen legendákat, hogy paprikát dugnak a ló segébe, hogy tüzesebb legyen, nem, nem tudom. Nem de ezek biztos, ez nincsen. Nincs. Ez azért van az a tízes paprika. Na. Amikor leáll a vizelet a lóra, és akkor felnyomják neki, ha kansz, az könnyebb, mert a pérájába nyomják bele, és az a paprika, az ingerített. És akkor meghozza a vizelet. Megserkenti a vesebőködés. Hogyha maga komoly vevő uram, igen. Akkor magának hamarébb odaadom mindennek a cigánnak. Ó, mert, ilyet én nem mertem volna mondani. Én azt mondom, mert a cigány azt fogja mondani, hogyha neki adom, kibasztam vele, mert hülye volt. Igen, mert a Sanyja nem ért ehhez például, nekem elmondhatod, hogy csikó. De tulajdonképpen melyik a nagyobb fegyvertény? Cigányt becsapni, vagy magyart? Cigányt becsapni. Az a keményebb. Dabason mentünk az öcsémmel egy lovásárba, aztán egy elég idős ború cigányember, hát már belenőtt a feje a lovakba, abból regedett bele. És nem mondom a nevét, mert ha hallják. Persze, ne mond. És volt az unoköcsémnek egy magyar lova, egy magyar, azok már magyar, mint sportló, és ilyen születési rendetlenség volt a lónál. Az egyik oldala be volt esve. Mondom, mindig a bal oldalát mutasd, a lónak, majd a jobb oldala tönkre van. Megfordítsa a lovat, mindig a bal oldalával, a jobb oldala el van takarva, és adok neki 20 000 forint oldást. Azt mondja, de Szaja, itt vissza nem adunk, a cigán nevemet mondja, itt vissza nincs, viszont nincs. Mondom, nincs viszont, meg a 20 000-et is ledobtam neki, már mentem, elbontottam az ő lovát a terautótól, hogy megmondolja magát.
Ledobtam én 20 000-et, hogy ő meggondolja magát, hogy el tudja módozni a lovat a terautótól. Aha. Odaadom neki a kötelet, mondom, adod a csinos a lovat neki. Odaadja, megfordítsa, azt mondja az embernek, vezess meg. Megvezet az emberre, hozza neki vissza, akkor lássa, hogy a másik oldala tönkre van a lónak. Azt mondja, mióta él, ilyent még az életben soha nem történt meg vele. Mert szemmel látható, hogy el is takarva. Szemmel látható, igen, igen, igen. Ugye nem lehet eltakarni. Igen, igen, igen. Fogta bele Markót a gyepbe, és megett a füvet. A füvet a komoly bevén. A három kezei melyik a komoly bevény most? Hát én most már nem tudom. Megmondom őszintén, én nekem ilyen póni nem kell. Szerintem ezt még szégyennek se hozt haza. Ezt komolyan mondom. Ezt komolyan mondom. Nagyon csúnyak. Vigye haza Pista bácsi, még kicsit etesse. Néznek ott a családnál. Hát Pista bácsi, köszönjük szépen, de hát itt a két szakértő után én már nem merek üzleti ajánlattal előállni. Úgyhogy hát köszönjük szépen, a póni hazamegy, jó? Nagyon szépen köszönjük. Szlojka István és kedves felesége, Bihari József és a nevet írva neve. Bihari Elevér. Nagyon szépen köszönjük, nem sokára folytatjuk. Köszönjük szépen. Most következő vendégem nemrégiben királlyá koronázta a kisfiát, hogy miért, hogyan és főleg mennyiért, elmondja nekünk Stojka Jamie. Isten hozott, szervusz! Stojka Jamie, parancsolj, foglalj helyet! Ja, bódik a helyet. Kérlek szépen! Most itt. A Jamie név az honnan? Az úgy a fatártól kaptam ezt a nevet. Különben. Ez nem, minden mondottam volna, csak ezt nem. Fatártól kaptuk ezt a nevet. Fater is néz szappad operákat, mert ez gondolom valami filmből, vagy honnan jön ez? Vagy ez egy lónév volt? Ezt inkább ő tudnál mondani jobban, hogy jött ez a név. Nem, én Stojka Márton. Márton. És a cigán neve Gyémánt. Gyémánt. Úgy neveztem el, mert szerettem itet, és én volt a legkedvesebb akkor. Hány gyerek van összesen? 5 fiú és 3 lány. 5 fiú és 3 lány. És ő a végén és van? És a felségemnek 7. Az 15. Hogy 7? A külön? Igen, igen. Egy másik házasság volt? Igen, igen, igen. Ó, Istenem! Na, 15. Hát akkor így... Bőlt így akkor egy laza tea délután is elég népes, azért ezt így átugrottunk, és már 25-en állnak a szobában, pedig semmi igen, esemény nincs. Igen. Akkor mi van, ha még igen. Esemény van? És van 22 unokám. 22 unok? Ez az egy rengeteg gyerekhez képest még nem is akkora szám? Ez majd még gondolom nő. Az egyik feliril csak. Az egyik feliril. A másik feliril szintén 20. Szintén 20, az 42. Igen, 42, igen. Jó van. No kérlek, akkor a Jamie név, tehát hogy Gyémánt. Gyémánt, igen. És akkor... lerövidítve Jamie is, így is. El lett rövidítve, aha. Hogy Jamie. No, hát kérlek szépen, szeretnék téged egy kicsit jobban megismerni, ugye, hát ez a királykoronázás, ugye, ez elég nagy publicitást kapott, és hát tulajdonképpen ez adta az ötletet, hogy meghívjunk. Igen. A végéről kezdem, nem volt sok egy kicsit ebből a publicitásból? Szerintem nem, mert az első dolgokat, ha meghallgassa a közönség, meg mindenki, nyilvánosságra hozzuk, hogy miért is történt ez, akkor azt fogják mondani, hogy nem. 95. január 16-án elvesztettünk egy 2 éves kisgyereket. Fiú volt, első de gyerek de volt. Azt nem közben, azért. Közben megkérdezhetem, hogy te mivel foglalkozol? Tehát ezt a lovas vonalat csinálod, vagy egészen mást? Egész más. Vállalkozó. Vállalkozó? Igen. Jamie! És? Adsz veszel? Akkor annyit mondhatunk? Inkább ilyen munkaoldal. Inkább munkaoldal. Csákál, lapát. Inkább munkaoldal. Na, de akkor miért? Egy KFT-vel vagyok közös társulatban. Ilyen építőipari? Igen, építőipari. Vagy bontás, mert az építőipar, például... Építőipar, vegyes mindent, vegyes munka. Bontás az például egy nagy cigányfoglalatosság. Igen. Ami a körünkben veled. Értelek. No, bocsánat, igen, te, de a Kulcsár Attilát nem ismered, remélem. Nem. Tehát a balhéba nem vagytok benne, gyerekek, mert lemegy a műsor, érted, nekem telefonálnak, hogy a Pitó KFT-del láttak benneteket, veszed fejszer. Nem. Na itt előadjuk itt a... Csodásítjuk itt magunkat. Visszatérve arra, amit elkezdtem mondani, nagyon vártam azt, hogy fiú legyen, minél hamarabb fiúk legyen vissza. Majd 97 februárjában született egy kislányunk,
98 év végén megint lány született, és akkor lett megfogadva az, hogy ha meg fiú lesz... Kérdezzelek én, egy pillanatra állj meg, fiam. 97-ben született egy kislány. Igen. És 98-ban megint született. 98 év végén. Akkor egy évre rá lett a második. Másfél-két évre. Csak ennyit akartam. Másfél-két évre lejött a második lány. Szóval papa azért ésem van, szóval azért figyel a faterra. Nem kérdés. És akkor megfogadtuk, amikor a második lány született, mert nagyon vártuk, hogy fiú lesz. Hangosabban beszél, hogy hallják a népet. Hallják, van mikrofon, mindent hallunk. Igen? És akkor elhatároztuk azt, ha az Isten meg fog minket segíteni, és kapunk egy fiút vissza tőle, akkor nagyon nagy rendezvényt fogunk csapni az egész családdal közösen, és őt királya fog koronázni, és királyként fogjuk felnevelni. Te kérlek szépen, és mondjuk, hogyha azt a pillanatot föl tudjuk eleveníteni, hogy bementél egy ékszerboltba, és mondhatod, hogy egy ekkora koronát szeretnél csináltatni, akkor nem néztek rád egy kicsit furcsán? Nem tudnál előadni pontosan. Jó, akkor ne vágjuk a dolgok elébe. Ami valamit elejtett mondani, ezt nem is mondta, de engedjék meg, hogy én mondjam el. Azt nem tette hozzá, hogy az egész rokonság szedte pénzt. A királyok neveltetéséhez ugye a kitűnő iskolák, külföldi utak, ilyesmik. Igen. Tehát, igen. Hogy van-e a fejedben ilyesmi? Tehát ez valóban úgy képzeled, hogy adott esetben Oxfordba fog egyetemre járni? Mert ez végül is már megteheti. Még lehet belőle egy nyomozó is. Még nyomozó is lehet? Az nem. Ez a papánál valami nagy dolog, ez a nyomozó? Az nem, de tervezem de is. De szóval ez fel van építve, családba, hogy... Ahogy módjából fog nőni a gyerek, akkor úgy, ahogy iskolák, ahogy fog nőni. Minek szeretnéd látni? Gondoltál-e már erre? Inkább művész, zenész ember esetleg? Nem. Üzletember, hasonló legyen, mint én. Teljesen kisebbek vagyunk. Kérlek szépen, ugye 500 vendéget hívtatok, aztán a végén lett ebből 800, de hát ez cigányoknál nem olyan szokatlan. Hát úgy volt szokatlan, hogy nem volt nagyobb terem. Úgy volt szokatlan, hogy kicsit el kellett szűkölködjünk. Kicsit szűkölködjünk. Hát nektek szűkölködni nehéz is. Úgy valamennyien, hát úgy emberesek vagytok, hogy finoman fogalmazzak. Mármint a termet, hát ezt örököltük. De ez tulajdonképpen a klasszikus tradíció szerint egy férfinél bizonyos értelemben erény. Sokan mondják ezt. De mondjuk ez a fitness téboly, ez nem érintett meg benneteket. Nem, szóval azért... Próbálkoztam. És mit, hogy? Na mi volt? Meddig jutottál? A fogyókúra nehéz, mert ezek a témák, ezekről ne beszélünk, mert nagyon nehéz. Nehéz dolog? Nehéz. Hát nem tudlak téged ilyen edzőteremben elképzelni, kérlek szépen. Voltam. Próbáltál? 6 héten keresztül, hetente 2-3-szor elmentem, de... Ez csak az étvágyadat növelte. Megszakadt. Kérlek szépen, megdöbbentett például, hogy... Egy kicsit megdöbbentünk, mikor nagyon sokan érkeztek. Uh-huh. Az első pár vendég megérkezett. A legnagyobb család a vendégek közül az mondjuk hány fős volt? Tehát mi volt a top? Hát megjött egy 200 fős vendég jött egyszerre. Egyszerre megjöttek 200-an. 200-an, igen. De még a kapun, akit nem engedtek be, voltak 200-an. Milyen volt a torta? Mert ugye hát egy ilyen esemény torta nélkül nehezen elképzelhető, nehéz, és tudom, nehéz, hogy ti nagyok vagytok a torta volt kreációban. Volt is, egy 1000 szeletes torta volt. 1000 szeletes torta, igen. Hát az még a kapunk kívüli 200-nak is jutott volna el. Na, igen? És mi ez egy roletli buszín, vagy mi van itt benne? Cédesz. Ez egy Mercedes. Így van. Na kérem tisztelettel. És egyáltalán egy ilyen tortát hol kell megvágni? Hát ez nem is egyszerű. Ezt valaki mondja, hogy várok még a motorháztetőre, vagy? Úgy jött ki, hogy keresztanyukára bíztuk azt. Aha. A Martinkának a keresztanyukájára bíztuk, és ő elvágta az ablak és a motorháztető között. Ablak és a motorháztető, de hála Istennek nem flexel, ugye? Nem külön flexel vágni. Ilyenkor ti béreltek biztonsági személyzetet, vagy a család bizonyos tagjai ezt vállalják magukra? A család bizonyos tagjai. Aki hőbörög, azt egy kicsit a hideg víz alá teszik. Ott volt a fatalom. Mert azért volt valami kis dolog, volt egy kóval, kicsit bátorra itta magát, és akkor egy-két, az hogy is volt? Én hagyd mondjam el ezt. Na, igen. Én kint voltam az asszonnyal a kocsiba. Egyszer csak zörögnek nekem, hogy menjek ki, mert egy ember dobálja a sít húst a tömegbe.
Oda mentem, derre módra, hogy mutatom. Ránéztem így, rám néz. Mondom, gyere pajtás, gyerünk kifelő. Na, akkor fogták megített, és akkor ment ki a teremből. De hát akkor lényegében tekintélyeddel. Igen. Hát kérem tisztelettel, a kisgyermeknek volt keresztelője is, ugye van, erről láttuk. Szent István Bazilikában. Bazilikában. A papok ilyenkor megnyomják a ceruzát azért kicsit, meg, nem? Szóval meg, a világítás, gyertya, bazilika kibérlése azért ott egy kisebb készpénzösszeget át kell gyújtani. Minden érdekes. Ja, 35-40 nem volt a több, azt hiszem, az összeget mondod, megmondom azt talán nem. Hát 35-40 a szolid, és ki volt a keresztmama, ő rokon? Rokon is, rokon, igen. No. Itt vannak ők is tulajdonképpen. Hát akkor, itt vannak ők is. Akkor. Ha van egy dolgod és lehetőség, akkor be szeretném őket mutatni. Hát hölgyeim és uraim, most pedig következzen egy igazi királyi bevonulás, ugye, ahogy erre a már az elején céloztunk. Sztojka Martinka és édesanyja Mónika, valamint a pesti fiú. Ezt elmondhatjuk, igen, ugye? Igen. Hogy amit a nagy koronázási ceremóniát is végig aludta, most is a show bizniszt meglehetős egykedvűséggel viseli. Ez ugyebár az az összeállítás, amiben láthattuk. Igen. Ez tetszik, a királyi ornátus. Ez egy fehér kis frak, amit varrattunk neki. Mivel az üzletekben sehol nem kaptunk. De hogy lehetett vele próbálni egyáltalán? Hát nagyon nehezen. Nehezen, ugye? Nagyon nehezen, megszenvedett vele a varrónőnk. Igen. És valóban próbálta? Tehát nem csak megmérte a gyereket, rá is próbálta a dolgokat? Tehát mindegy felnőttnél mondhatjuk? Igen. Mert ilyen picit még nem vart soha. Nem is lehet ilyen picit kapni sehol. Több üzletet bejártunk, de sem. Ja, hogy történtek üzletbe próbálkozáson? Igen, igen. Akkor lett az eladóknak egy nézésük. Kinek szépen a koronát milyen gyakran viseli? Hát, szabad ezt a... Gondolom, hogy azért... Ritkán. No, kinek szépen, és hol tartjátok? Ugye ez aranyból van, ez elhangzott, ugye, különböző kis drágakövekkel. Szép darab. No, kérlek szépen, hát ez mennyi? Ez egy olyan 1 millió körül, vagy hát ilyesmi? Másfél millió. Másfél millió. Igen. No, hol tartjátok? Mert hát azért egy ilyesmire vigyázni kell. Szépbe tartjuk. Szépbe, igen. No, hát kérem szépen, azt hiszem, az valami ismerős kérdezte is, ugye? Az hogy volt? Hogy... Hát kérdezték, igen, a kislányoktól,
hogy láttak minket a tévébe, és hogy mi látták, hogy milyen szép koronája van a Martinkának, és hogy hol tartjuk ezt a gyönyörű koronát, és válaszoltak a kislány Gyület, hogy ajándéktáskában, még szerencsére, hogy ezt nem érted. De ő neki nem kell ilyen fiatalon megnősülni, hát ez már egy felvilágosult uralkodó lesz, nem te? Természetesen. És hát reméljük, hogy szerelmi házasságot köthet, ugye nem mit adnak idején. Hát 16, a koronás 18. főket, ahogy összeboronálták. 18 évesen. És akkor ott akkor 15 éves korában én akarok kéretni neki. Értem. És Sztojka uram mikor nősült? Hány éves korában? Én 14 éves voltam. És hogy lenne ez a esetleges esküvő? Hát persze korai erről még beszélni. Nagyobb dobás lenne. Egy ötször akkora dobás, mint ami volt a keresztény. Na jó, de akkor mit lehet a Népstadionban? Vagy kibérlitek a parlament alsóházát, ott úgysem történik semmi, vagy a felsőházat, vagy nem tudom. Nem, mert mindig az alsóházban szorongannak, ott van egy gyönyörű kétkamarás parlament. Na mindegy, hát nem akarok tippet adni. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Hát Martinkának adjon az Isten minden szépet és jót, ahogy mondani szokták. Maradt azért még egy más a tarsolyunkban, ne menjenek sehová, mert azonnal folytatjuk. Uraim, fogadják szeretettel az író rendezőt, a Piros Karaván szerzőjét, aki mellesleg a cigánykonyha és a cigány szokások jeles ismerője, Csemer Géza. Isten hozott, szervusz. Hát kérlek szépen, te vagy itt most a dolgok spiritus rektora. Tehát fölvágjuk a zenét. Na várjál, de mi az, ami készül? Tehát ugyanis ez a Rácpali kendence a Rácpali fiának, a Nagy Rácpálnak a fiának a kedvence. Az a Rácpali, akiről beszélünk, az mikor ötlötte ezt ki? Tehát időben? Nem ő ötlötte, hanem a mamája. Mamája? Na és még bonyolódik egy kicsit a családi történet. És én ezt Vaskó Kamillától tudom, a Rácpali unokájától. Vaskó Kamillától tudod, Rácpali unokájától. Hihetetlen információgazdagság. Akinek a papája nem volt más, nagyapja nem volt más, mint a 36. Rászaci. Mint a 36. Rászaci? Az volt az ő nagyapja. Hát nagyszerű, ez majdnem olyan, mint egy orosz nagyregényt olvasták, hogy Nastasia Nastel Filipa Filipovics. Igen, és hát mi most a 36. Rácpali desszertjét fogjuk elkészíteni. Lászlacinak a testvére volt a Rácpali. Ennek volt egy kedvenc desszertje. Hát kérem szépen! Ami nem más, mint pirított zsemleszeltek kirántva. Jó, hát kérlek szépen. Hát locsoljuk meg kisborral. Kisborral, jó. Tehát akkor várjál. Én meg is kavarom benne a cukrot, hogy nehogy... De mennyit tegyünk rá, így amennyit felvesz. Ja, hogy ebben egy kis cukor is van? Benne volt, de közben lelepedett. Tehát ez az a kivétel, amikor lehet a bor cukrozni. Úgy van, sőt, szükséges. A Sotvatkert Kecel Arany háromszög térségében ezt nagyban csinálják. Ugye valakinek a garázsában találtak 20 tonna cukrot, azt mondta, édesen szeretjük a kávét. Mondta a Finanznak, na de kérem, ez csak a brutális ellenpélda, tehát itt lehet. Most pedig rodolfiánus mozdulatokkal a palacsinta tésztába megvártjuk mi ezt a vörösborral spécizett pirított. Ne csöppenj. Nem, nyugodtan csöppenjen, hát ahol fát vágnak, ott hullik a forgács, kérlek szépen. Úgyhogy az nem baj, hát egy konyhában legyen, nem? Ha csak a televízióban van, hogy minden ilyen steril, hogy semmi le nem csöppög, és már is minden kész van. Itt ez nem így van, kérem, itt csöppög. Ez tulajdonképpen a bundás kerjérnek egy B-változata, nem? Ami most éppen... A pofézlina. Az ugrante pofézli. Úgy van. Apárézini. Nala. Aha. Na, és itt sül ez a bizonyos kis pofész, de én villámgyorsan még egyet előkészítek, igen, inkább egy pirítottat, és megpróbálunk egy sercelt, nem? Jó, egy Theodor sercelt megpróbálunk, egy kis vörösborral megbolondítjuk. Na, most már jesszesebben csinálom, igen, megúsztatjuk itt a... Igen. Ne süllyezd el rögtön, egy kicsit nézzük. Nézzük. Két hajó úszik. Lágyan ring a Dunán, ugye? Ismered te is ezt. 100 hullám taraján. 100 hullám taraján. Hajdú Gyurgya híres számából. A Dunán. Néha elkapok egy-egy dallamot, de ez egészen ritka. Önök most ennek lehettek kültenői. Pirula Sercel. Pirula Theodor Sercel, Zógarán te pofézni. Így van. Egy haverom a rántott húst hívja, hogy kabátos hús. Azaz. Sőt, potyolt hús. Potyolt hús? Erdélyben potyolt hús. Potyolt hús. Jóan elnevezés, sajnos találom. És a potyol az mit jelent? Ők erre mire célod? Kiverni. Ja, kiverni. Ajjaj. Kipotyolni. De mindenféle érte számítása. Gyerekek, ne potyoljatok! Ne potyoljatok!
kezeket a paplan fölé, ezért szoktam mondani, hogy ne potyoljatok. Ez már kész van, hova is kell tenni? Ide. Ja, persze. Addig én villám gyorsan még egy serszit így megborozok egy picit. Tehát a cigány konyol olyan jellegzetes polgári konyol volt, ellentétben a olasz cigányok által használt konyhával. Jó, akkor most a muzsikus cigányokról beszélünk. Tehát úri muzsikusok, akik végül is a legpolgárosodottak voltak, városlakók voltak. És a szájba vitték az az úri ételeket. Otthon megközelték az ízeket. Ja, az ízet. Azért konkrétan hoztam egy kis mintát. Hát mondom, mit tudom én, nem? Ezt is tisztíted így az asztal alá le. Mert most jön a korona. Ez nem illendő dolog, mint ahogy itt sem jó cipőt pucolni, de néha megteszünk ilyeneket. Ez egy szokás. Na, én meg most megmutatom neked, amit előkészítettünk, a lényeget, ami már kész van. Hiszen minden szakács... Hát én ezt ki is rántom, figyelj, de angol váltott felszolgálás. Parancsolj, úgy. És teszünk egy pici kis marmeládot, egy kis gyümölcs. De ez mi ribiszke, nem? Ribiszke. Ez mindenféle mezei dolgok vannak. Ez isten ilyen néz ki. Egy picit. Azt majd te kapod, mert hozzányúltál kézzel. Ja, kikaptam egyet. Hát... Nem illik. Én dolgoztam felszolgálóként, én tudom, mi történik a konyhában. Persze. Valóban így van, de látványkonyhában nem illik, és ez látványkonyha, elég sokan látják. A látványkonyhától olykor meg tudok őrülni, mert csak látvány van, tudod? Étel meg nincs. De nincsen, ilyen nagy tányérhoz három ilyen kis répát, mint a macskapöcse, így berakja, mint a merci emlő, mert megy a hókusz-pókusz, és ez most mi? Csokoládé mártás, barátos. Grammannyira vizesítve, és ezt meg fogjuk gyújtani. Kérlek szépen, két évig udvaroltam egy hölgynek, mire rájöttem, hogy ő ezt kedveli, tudod? Ja. És mondtam, hát időben megtudom, mennyibe gyorsabban tudtuk volna haladni. Ja. Ugye annyit köröztünk a Margit szigeten izzadt kézzel, mint senki. De mi van? Érted? Hát igen. Bár félek, hogy ezt úgy, én nem tudok francia, de ez Marnyé, tehát azt is ejtik, nem? Marnyé? Lehet. Marnyé, Grand Marnyé. Én orosz szakon végeztem, Sanyikán. Hát én meg a francia intézetben két év alatt két dolgot nem sejtöttem el. Ott ültem, hűségesen, csak a testem. Az egyik volt a francia nyelv szókincse, a másik annak nyelvtani rendszere. Nem egy könnyű dolog. Én két év után gyakorlatilag teljesen üres fejjel távoztam a francia intézetből, pedig ott ültem én minden reggel 8 órakor. Most van a hókusz-pókusz. Na ez most a hók? Mi? Ja, meggyújtod. Meg kéne gyújtani, megöntözöm tépliszekkel. Tépliszekkel? Óvatosan persze, mint egy gyűjtő. Na ez sok, nem sok ez te? Hát lehet, hogy sok, de égjen. Az a cél. Ennyit ne tegyünk bele. Fiatalok nem is tudják, tudjátok, mi a tripliszek? Kérdezd meg papát. Az egy ifjúságunkat bearanyozó, a házi buli végső fázisában garantált hányáshoz vezető, szörnyű likőr. Ez most ugye, mert akkor nem voltak ilyen éjszakai non-stop bótok, ugye be kellett reggelig a bulira spejzolni. És akkor először elkezdtük, és amikor már a pitralon arcszeszt is megittuk, akkor rádöltünk a tripliszekre. Hát ez nem gyullad meg, látod, hiába hát a tripliszek szerintem nem ég, de... Most van az avarégetés, így egy kis gázolajat azért rá. Zavar. És attól általában beszokott indulni. Elázott. Nem tettek róla. Ha megkóstolom így. Nagyon finom. Megszabad ezt kóstolni? Persze. Tessék, tányér is. Elegánsan. Öregem, engem a szonda ipszosz meg... Lehet, hogy ez nem is tripiszek volt, hanem egyszerű víz. Hamisítottak valahol? Nem, ezt ellenőrizzük. Igen. Hát nem ittam még ilyen kancsóval. Nagyon de ezt tripliszek, ez ugyanolyan szörnyű, mint gyerekkorunkban. Azért nem gyulladt meg. Ezt a leestem, Sanyikám. Maradjunk el. Nem. Nagyon szépen köszönjük. Hát itt a végjátékban egy kicsit besokáltál, mint így mondtad a félelem bérébe. Nem égett volna le. De addig annyira jók voltunk, hogy őrület. Na most ne menj még sehova, mert légy olyan kedves. A sündisznó az valóban csemege, vagy az volt? Az volt. Tehát, hogy... Na. És arra Lacinak emlékszel a versre, ami Petőfi írt? Aranylacihoz, miről igen? Szól? Az ürgeüntésről. Tehát ették az ürgét az emberek? Jézus, a magyarok? De hogy recsegett a fejem, hogy mondom, hol van ebbe a versbe Laci, ebbe a sündisznó? Ugye? Tehát nem tudtam, hogy, mondom, hogy már megint sokatszor én is leégek kulturálisan az én drága kedves közönségem. Tehát ürgét is. Éttek, tehát két fontos cigány étel van a történelemben. Mában is van még. Az ürge és a sündisztó. Ma már kevésbé, nekem a gasztrómia csak mellékállásom. Én elsősorban rendezőíró vagyok, tudod nagyon. Hogyne, kérlek szépen. Muzsikus família. Muzsikus família? Igen. A tevesző raglán kabát kék kalap?
Igen, igen. 150 mm-es ott mez ki, 100. Laci bőr kicsit megemelve. Itt egy Gyűrű, igen. Itt a másik, és végignéz lacipőn. Lacipőn. Hegedűn a kéz, itt a kis húgyűrű, és itt a lacipő. Ez a mi fajtánk. Lehet, hogy nem túl szimpatikus, lehet, hogy túl udas vagy is, de miénk. Miénk más. Az is más, ez is más. De egyek vagyunk. Két kéz együtt mondja azt, hogy ámben, nem? Így. Köszönjük szépen. Sanyi Kemélyes, próbálj. Fener Géza, ne menjenek messzire, köszönjük szépen, azonnal folytatjuk. Uraim, végezetül, de egyáltalában nem utolsó sorban, amolyan fináléképpen következnek a Kanizsa csillagai vezetőjükkel, Horváth Zoltánnal. Fábri Sándor, Isten hozott. Szevasz. Horváth Zoltán. Mielőtt elkezdjük, szeretnénk, ha egy kicsit még színesebb. De ti lennél. Is ilyen, úgy néztek ki, mint érted, ti se vagytok annyira, ja, de rajtatok sincs kalap. Hát miért kell belőle bűjét csinálni? Nem. Hát válasz. Tessék. Hát egyik szebb, mint a másik, te mit mondjak? Szerintem pirosat, ugye? Az hát a... ez nekem ez szimpatikus. Azt is, hát az simán följön. Ez az... ilyen patchwork jellegű. Ó, hát ez prima lesz, ez a kis mellény. Jó. Jó, ez szabad az, nekem az ezt, persze, a, ezt a kis paplamból készített patchwork mellényt. Hát érlek, szerinted? Hát ezt én most el is kérem már tőletek, ezt nem viszitek el ezt a mellényt, mert ez annyira csodálatos. Na csak ne nagyon szoríts meg, mert igen, akkor tudom, a kis entázésomat kidobja, tudod? Tehát ezt lazán kell, tudod? Mindent ezzel, okay. Testes ember, ne hordjon szűk cuccokat, okay. Tudod? Kezdjük akkor mondjuk a kannálással. Igen. Mi van benne? Mutasd be azért Attila, hogy hogyan működik ez a dolog. De ne, ott nem vered be a kezed? Na, próbáljuk is be. De én nekem először védőkesztyű. Így? Tehát mert ahova, ahogy ő úgy bejött, hát az... az magyarázom, vagy pedig így kapásból megy. Megpróbálom így autódi... Tehát ide így, fogjuk, így, ugye? Így, így, így. Lazán. De hogy mindenki egy cigánynak rejtett gombolású mellény, hát ez időbe... Ez nekem időbe fog telni, míg földolgozom. Te ezt már valami turnén újítottátok. Ez már neccesebb, amikor így belenyúltok. Igen. Egy kicsit zárt ujjal, hogy... Hát daná, majd terpezve, persze. Hogyne? Az, hogy a zárt ujjal, könnyített testnevelés. Mondjad. Szájbőgővel kiegészül a dolog. Egy kicsit mutass meg. Jó, ez így úgy érzem, hogy... Az is hogy lehet. Tudjus, azt hiszem, hogy valami probléma van. Ezt most letesszük. Egy kis kanál következik a kanál. De ez, sokén nem adnám, ezt meg tudnám tanulni, mert ez isteni, de nem fogom tudni. Mozdulat az jó. Bemutatom, jó, hogy hogy működik. Én kínai pálcikával sem tudok enni. Ez nem, hát ez... De azért neked is valami van a neukoplaszta kezedhez, szóval azért... Ez egy veszélyes. Benyújtál te is a kannába, vagy valami... Vagy valami volt azért, és engem rögtön így a cappella védőfelszerelés nélkül. Na, ezt így össze, igen, de mi a helyes Na, hát ez olyan bonyolult. Az jó volt, összefordítjuk a két kanalat. Ezzel a három ujjal itt rögzítjük. Rögzítjük. Jó. Na, most jön a mutatvány, valami ütemet próbálunk kihozni belőle. Hát ütemet, hát apám, nekem még nem is csattan. Csodásítjátok magatokat. A színpadról olyan óriásinak néz ki ez a tudásotok, az közben ez magától is csattog. Simán, nagyon recsak. A tánc még ennél könnyebb lesz, szerintem haladjunk. De milyen kis kalapot adtatok rám, komolyan mondom. Én nem mondom. Én nem is úgy nézek ki, mint egy cigány, mint egy ilyen bukott TSZ-elnök úgy nézek ki. Hát, de komolyan mondom, hát ez... Most el kell állni néhány tárcét, most a legegyszerűbbek. Lehet róla szó? Okay. Hát gyerekek azért... Haladjunk tovább, akkor van a... Csíktaposó, az de meg. De nálam nem? Kevesebb ritmusérzékkel lévő emberre te még nem találkoztál, szóval... Nem, nagyon jó meg. Szóval érted, de a tánciskolában mondták, hogy holnap már nem kell jönni. Aha. Jó, most nincsen tehát, gond, már nincsen zene, úgyhogy nem tudják, én így megpróbáltam, de mondták, Sanyi, nem kell holnap. Tehát csíktaposó, sarok bent. Sarok bent. Sarok kint. Persze, ez a kvízbe is van. Sarok bent, sarok kint, csere. Következő, ez így fog kinézni. Öregek még ma éjjel. Hát ez nem fog menni, mert ott már bonyolítod, öregem. Ez majdnem ugyanolyan. Jó? Jó.
Nem, jó. Nekem porcos a térdem, tehát szeretem közben kicsit. Mert járunk gyógytornára is, nem én, nem érdekes. Harmadik alaplépés, sétáló. Egy, két, há, és. Egy, két, há. Várjál. Egy, két, há. Mellé. Én már kész, én már összeakadok itt. Bal láb, vissza, kereszt, mellé. Bal láb, vissza, kereszt, mellé. Jobb láb, vissza, kereszt, mellé. Jó, hát majd zenére jobban menj. Fog ez menni. Csapás, de rakom, mert csapások, a fejem. Jöhetnek a csapások. Jó, oké. Jó, én egy leegyszerűsítve, jó? Egy igen. Ilyen, tehát én egy ilyen bízikus. Tehát egy ilyen, én csak lejelzem, tudod? Tehát. Én azt gondolom, jöhet lassan a produkció, és szerintem válasz egy hangszert, melyikkel fogsz beállni. Kanál, oké? Okay? Nem és kérdés. És úgy készülj, hogy egy tánc, szóló tánccal is majd. Egy szóló táncon is elbűvölöm az én drága igen. Kedves közönségemet. Igen. Most vesztettünk el 150 ezer nézőt, nincs jelentősége, mindjárt folytatjuk. Ne menjenek messzire, mert a fináléban egy igazi roma karneválnak lehetnek szemtanúi, Fábry Sándorral. A show azonnal folytatódik a harmadik résszel, itt az RTL Klubban. Jöjjön el a Sóder stúdióba, és vegyen részt a műsor felvételén. Jegyek még korlátozott számban kaphatók a Ticket Express jegyirodáiban. Hölgyeim és uraim, a Kanizsa csillagai! Oh!
Köszönjük szépen! Köszönöm vendégeimnek, a Sztojka családnak, Sárközi Bandinak, Rostás Farkas Györgynek, Cseber Gézának, hogy amint mondani szoktuk, jelenlétükkel emelték a mai estét. Köszönöm, hogy a mai estét is velünk töltötték, igen, reméljük, hogy nem döntöttek rosszul, de ne feledjék, két hét múlva találkozunk ugyanitt, ugyanebben az időben, ugyanezen a csatornán. Most aludjanak jól, álmodjanak szépeket, kezeket, na náhogy a paplan fölé éljenek a csajok, továbbra is ugyanak mosatlan gyümölcslevet, és ne feledjék, hogy Beethoven a zene Mozartja. Jó éjszakát, köszönjük szépen, köszönöm mindenkinek, köszönjük szépen.